Két győztes bajnoki és egy győztes kupameccs után fogadta az akadémiai csapatot a Kisvárda, amely számára a kötelező győzelem kategóriába tartozott a mérkőzés. A korosztályos válogatottakat felvonultató bogláriak azonban másként gondolták, az első félidőben végig tapadtak a hazaiakra, akik mindössze egy gólos előnyt tudtak szerezni a szünetig. Fordulás után ellépett ellenfelétől a Kisvárda, a második félidő közepére 8 gólosra hízott a különbség. Az utolsó 10 perc azonban a vendégeké volt, az akadémisták két góra felzárkóztak, de nem tudták megakadályozni a Kisvárda újabb győzelmét. Kettős érzéseim vannak, hiszen azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban jó mérkőzéseket játszottunk, jó teljesítményt nyújtottunk, ma viszont rosszul kézlabdáztunk, és elsősorban a lerohanás részében gyakorlatilag kis túlzással mondhatom, az első félben 4 labdát, a másodikban is minimum 4-5 labdát ajándékoztunk fél pályánál a lerohanásban az ellenfél kezében, amikor kellett volna növelnünk a különbséget, így az első félidő szoros maradt. Úgy érzem, hogy és értetlenül állok előtte, mert ennyi technikai hibát gyakorlatilag szerintem az utolsó 3 mérkőzésen együttvéve nem vétettünk, mint a mai mérkőzésen. Lássul, azt gondolom, hogy számomra legalábbis kívülről a legkönnyebb szituációkban, lerohanásban elkapkodtuk azokat a félhosszú átadásokat, vállaltuk, amiket amúgy nekünk nem ez a játékunk, és mi középről szoktuk az előnyöket megszerezni. A vendégek edzője Kis Szilárd a vereség ellenére is talált pozitívumokat csapata teljesítményében. Nagyjából az eredményben úgy gondolom, hogy a célunkat elértük. A játékban van egy hiányérzetem a második félidő eleje, amikor úgy gondolom, hogy eldőlt a mérkőzés. Értelemszerűen tudtuk, hogy más felfogásba fog kijönni a Kisvárda, de mi ott rengeteget hibáztunk, 7 méterestel adott labdák, lerohanásgólok. Úgy gondolom, hogy az a 10 perc volt az, ami eldöntötte a mérkőzést. Egyébként azt hiszem, hogy egy 40-45 percet méltó ellenfelek voltunk. Úgyhogy én látok fejlődést a csapaton. A hazaiak legeredményesebb játékos a társbéletben, a Veronika Habankova mellett szintén 6 gólt szerző Siska Pálma volt. Tudtuk, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz hazai pályán, és tudtuk, hogy az ellenfél egy nagyon küzdős, hajtós, gyors játékot fog hozni majd ránk. Az elején a védekezésünk úgy érzem nem volt kellőképpen agresszív. Sok olyan gólt kaptunk, amit megbeszéltünk előzőleg a taktikai utasításokban. Sajnos azokat nem sikerült megvalósítani. És igen, ez emellett voltak a lerónásainkban eladott labdáink. Hát azon leszünk, hogy ezt a későbbiekben kiavítsunk. Én emellett tényleg büszke vagyok a csapatra, hogy nagyon jó szériát tudunk magunk mögött, és bízom benne, hogy a továbbiakban is ezen az úton fogjuk folytatni majd. A tabella élén a Győr áll 26 ponttal, a 12 pontos Kisvárda a 8. helyet foglalja el a táblázaton. Bakó Botond együttese vasárnap a Győrt fogadja, a Kölcsey Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják a találkozót.